Most pedig utolsó előadóként felkérem dr. Takács András etnográfus, koreográfust, mindegyikünk Pandi bácsiát, hogy adja elő, mutassa be a néptánc kutatást a 20. század második felében. Jó napot kívánok! Hát ez, ha megengeditek, hogy ne botladozzon a nyelvem, ezért hagytak ezzelek le benneteket. Talán a korom megengedi, hogy ilyen kéréssel forduljak hozzátok. Baráti beszélgetésnek inkább beilleni ez az egész, ami jelen pillanatban van. Én valahogy úgy is veszem, ijesztésként tartom a kezembe ezt a rengeteg papírt, azért, hogy ijedjetek meg tőle, hogy ez hosszú ideig tart. De komolyan gondoltam a 30 percet, és hogy beleférjek a 30 percbe, ezért nagyon szigorúan leírtam, nem olvasom fel, mert túlságosan igénybe venném az időtöket. Mindjárt rákapcsolok a előttem szólóra, a huszárra, és nagyon jó, hogy előttem szólt, mert sok mindent megvilágított. Vele kapcsolatban is csak a publikációi kérdésekkel untatlak benneteket. Kérem szépen, aki e területen komolyan gondolja, hogy ő a gyűjtött anyaghoz szeretne hozzájutni, azoknak javaslom, hogy itten a kastély előtti térben van egy sátor. A sátorban a Gyurcsó István könyv kiadó, tehát Huszár László kiadói tevékenységének eredményével találkozhatnak. Nagyon a figyelmükbe ajánlom, mert ez egy annyira az életünk szélén működő tevékenység, hogy ma még van belőle, hónap már csak nagyon nehezen lehet hozzájutni. És itt rákapcsolok a múltunkra is. 1949. március 5-én hozták létre a Csemadokot. 1950-ben már a Csemadoknak volt egy, úgy mondják, kulturpolitikai szakelőadója. Úgy hívták akkor, hogy Obenau Tibor, kiből később lett Ák Tibor. Én 1951. december 1-én kerültem a Csemadok apparátushoz, mint tánc szakelőadó, és akkor az akkori Csemadok főtitkár behívott bennünket, Fellegi Istvánnak hívták, és azt mondta, hogy no fiatalok, 1952. január 1-től megalapítjuk a hivatásos Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttest. Ti lesztek annak a énekzenei, tánc, koreográfiai szakelőadói vezetői. És mivel a Csemadokokon belül folyamatosan jönnek létre a különböző művészeti csoportok, így a színjátszó csoport mellett az énekkarok is, meg éneklő csoportok is, meg a tánc csoportok is, és ezeknek anyagra van szükségük. Menjetek, járjátok a világot, van egy hónapotok rá. Jó, mentünk. 1951.
December 27-én indultunk az első nagy gyűjtőkörű útra Ág Tiborral. A gyűjtői területünk Tibor választotta ki. Kodály Nyitra környékén végzett gyűjtéseinek a nyomdokain jártunk, és így a kéthetes gyűjtőútnak a első 10 napját a Nyitra környékű községekben, az oborai községekben töltöttük. Egész véletlen, illetve a tudatos választások mellett egész véletlen, hogy akkor a Kolonyból egy Sütő András nevezetű fiatalember Nyitrán dolgozott a csemadok járási vagy kerületi titkárságán, és az vitt bennünket Kolonyban hozzájuk, ott nyertünk szállást, ott kaptunk szállást, és egy olyan csodálatos hagyományőrző családba és családi rokonságba kerültünk, hogy a Tibornak ugyancsak ott mit csinálnia. Nekem is, pedig a Nyitra vidékéről elterjedt az a hír, hogy nincsenek tánchagyományok. Ez többszörösen beigazolódott, hogy nem így igaz. Nincsenek úgy tálcán elénkbe tart tánchagyományok, mint mondjuk rá Martuson vagy Kéménden, ahol még élt a Gyöngyös Bokréta számára felkészített falucsoportnak a emléke meg tevékenysége, ott könnyebb volt, de Nyitrán, illetve itt ezen a Kolonyi gyűjtésünkön is azért csak táncokat is sikerült látnunk. És egy olyan dokumentum került a kezembe, amelyik azt mondja, mert így a gyűjtések befejezése után beszélgettünk is, hogy emlékül a csehszlovákiai magyar dolgozók népi együttesének szeretettel Sütő család, Kolon, 1951. december 30. Kérem szépen, lehet, hogy van másnak is ilyen engedélye, hogy az ő legnagyobb kincsüket birtokba véve terjesszük. Én még nem találkoztam vele. Ennek megvan a dokumentált formája is. Szóval ez volt az első gyűjtőútunk. Attól, illetve arra készülve, hogy amit a csemadok előbb említett főtitkár ránk bízott, vagy bennünket fenyegetett, hogy 52. január 1-ével megindul a hivatásos népi együttes, nekünk elsődleges feladatunk, illetve az állt mindig tündökölt a szemünk előtt, hogy emberek, ha megalakul az az együttes, annak anyag kell. Most mit csináljunk anyagként? Hozzunk Isten tudja honnan, vagy pedig próbáljuk a saját utunkat járni. Mi a másodikat választottuk, illetve rá voltunk kényszerítve, mert hozni nem lehetett. 1951-et írjuk, vagy 1950-et írjuk, akkor a határok még nem voltak annyira átjárhatók, mint most. A kapcsolattartás sem volt annyira természetes, mint most, mert szigorú feltételek és kötöttségek uralkodtak. Elég az hozzá, hogy ezen az első próbálkozásunkon vagy gyűjtői tevékenységen 10 napot eltöltöttünk Kolony, Nyitra-Gerencsér, Lédec, Gímes,
Egerszeg. Azt hiszem, ezt az ötközséget jártuk végig, és az utolsó négy napra még elmentünk Martosra, mert Martosról is már voltak különböző emlékeink. Én olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 1900 ezen a csemadokba kerülésem első napján, tehát 1951. december 1-én Fellegi elment Martosra, mint csemadok főtitkár, reprezentációs kirándulást rendezett, és magával vitt. És Martos pedig annak a reményébe, hogy újból a Gyöngyös-Bokréták beindította a lehetőséget megkapja a csapadokon keresztül, felkészült az egész falu, és talán 50-80 ember élőbe bemutatta a lakodalmat. Olyan tömeg élte még akkor a kultúrájukat, hogy a bemutató a kultúrháznak a nézőközönségi termébe volt, minket, vendégeket felültettek a színpadra, mert különben nem fértek volna el, egy kis kultúrházuk volt. Na de az élmény annak a két idegenből jött gyereknek, nem, mennyi voltam, 21 éves, Tibor egy-két évvel idősebb, olyan élmény volt, amelyik aztán megérinte bennünket úgy, hogy ezt nem lehet. Ezt nem lehet csak úgy, hogy no, elmegyek és megkérdezem Józsi bácsit, és Józsi bácsi ugyan énekeljen már nekünk, vagy táncoljon, hanem egy alapos felkészülést igényel. És az alapos felkészülés első fázisába kénytelen voltunk tudomásul venni azt, hogy Szlovákiában semmi, de semmi felgyűjtött táncanyag nem létezik, hogy Szlovákiában, tehát a Felvidéken, a előző köztársaság idején Arany László, A. Arany Lászlónak a munkássága, meg a Manga János tanító munkásságának az eredményeként megszületett egy könyv, Pucéva neve alatt a Koloni Lagzi, és ennyi az egész. Ennyi az egész olyan dokumentum, amikre támaszkodni lehet, amikre azok az elképzelések, amik a csemadok vonalon megszülettek, hogy no majd saját anyagok, meg nem tudom mi minden, ezek az elképzelések, meg hogy lesz az együttes, mert már akkor volt a szlovákoknak, az ukránoknak, a cseheknek, a magyarországi magyaroknak, volt, hát akkor legyen a csemadoknak is egy együttese, és a gombamódra szaporodó csemadok helyi szervezeteken belül működő tánccsoportoknak legyen mit táncolnia, ebből az egy könyvből nem lehet. Az az egy könyv, ha nem tévedek valami 15-20 zoborai dalt tartalmaz, gyönyörű rajzokat a lakodalom egyes formáiról, ugye? Ez arra kevés. De mi nem voltunk hivatásos néprajzosok, és nem voltunk hivatásos néprajzosként a gyűjtői tevékenységre fizetett alkalmazottjai. Nekünk a társadalmi tömegmunka mellett kellett ezt, mint egy szükséges tevékenységet végezni, mert különben a munkánkat sem tudtuk volna kellőképpen végezni. Úgyhogy mindent próbáltunk megteremteni ahhoz, hogy eredményes legyen a munkánk. De az ilyen mindent megteremteni ahhoz, muszáj vagyok szemüveget feltenni, mert nagyon erősen szemünkbe süt,
a minden lehetőséget megteremteni azért volt borzasztó nehéz, mert borzasztó szegények voltunk. Ág Tibor a zenei énekes gyűjtésének a tevékenységét úgy végezte, hogy 5-10-szer elénekelte az énekes az adott dalt, és ott helyszínben jegyezte. A Takács a táncot úgy végezte, a táncgyűjtés úgy végezte, hogy megfogta az adatközlőt, ha férfi volt, akkor mellé állt, ha nő volt, akkor párba állt vele, és megtanulta a táncot, mert nem volt filmfelvevőgép, nem volt videófelvevőgép, nem volt semmi. Ág Tibor aztán 1952-ben, illetve Csemadok Ág Tibor részére 1952-ben szerzett egy diktafont. Te tudod, mit jelent ez? Ezt főleg a gyűléseken a különböző beszédeknek a rögzítésére használták, hogy ne kelljen gyorsírással mindent írni, de lehetett zenei, illetve dallanyagot is felvenni. Úgyhogy azok az első szalagok, amiről a Huszár említett, azok az első szalagok még ezen a gépen történtek, ekkora nagy tekercseket szereztünk a rádióból, köszönet Nagy Jenőnek, aki később a Magyar Rádiónak vezetője lett, kiselejtezett szalagokat. Mert amit a bótba lehetett kapni, az majdnem azt mondom, az a fekete szalagok voltak, ami egyszer-kétszer újból lejátszott az illető, és dobhatta el. Annyira rossz minőségű volt. Szóval tény az, hogy megindult egy olyan tevékenység a Felvidéken, amelyik tevékenység az akkori kulturális életünk nagy szükségét próbálta kielégíteni. 1952-ben húsvéti szünet, ez mert Ág Tibor is, meg jó magam is, még iskolába is jártunk. A húsvéti szünethez kötődve elmentünk Bodrog közbe, és megismerkedtünk a bodrogközi községekkel. Még abban az évben, valamikor novemberben vagy a karácsonyi tájékán elmentünk Gömörbe Medvesaljára, és ott is egy többnapos gyűjtőútnak az eredményét próbáltuk ilyen módon. Már Tibor akkor Gömörbe már a magnetofonnak csúfoltuk a számi, azzal dolgozott, én még mindig ceruzával. Megjelent Tibornak egy első kiadványa, az Édesanyám rózsafája. Abba 1953 elején, május a végén, június elején létrehoztuk azt a hivatásos együttest, és abba összegzi, hogy mire az együttes megalakítására került sor, akkor arra volt a birtokunkban már olyan 50-60 dallam, amelyeket tudtunk alkalmazni a műsor, illetve az együttes műsor készítése szempontjából is. Mert ahogy elvégeztünk egy-egy, vagy ahogy visszajöttünk egy-egy gyűjtői útról, azonnal le kellett írni Tibornak a dallokat, nekem a táncokat, vagy a szokáshagyományt, amit megismertünk, és a Csemadok belső nyomdakészségén úgy hívták akkor stencizett formába, ilyen sokszorosító géppel húztuk le, és küldeni a csoportoknak, és ilyen formában megjelent az első kiadvány is, 100 felvidéki magyar népdal, nem tudom, valahol található belőle, ez még megelőzte az Édesanyám rózsafáját. Szóval mire megalakítottuk az együttest, 1953. június 1-jével jött létre, akkor arra már volt egy olyan adatbázis, illetve volt egy olyan áttekintésünk a felvidéki magyarság kulturális hagyománya, vagy dali,
tánc és énekhagyományai, zenehagyományáról, amiből tudtunk az együttes műsorára is már válogatni. Úgyhogy körülbelül olyan 40-50%-át az együttes műsorának már a saját területén végzett gyűjtések anyagából állítottuk össze. Ellenőrizhető, amit mondok, mert a Népestről megjelent egy összeállításom, illetve könyvem, amiben ellenőrizhetők ezek a dolgok. Úgyhogy így indultunk meg, és a csoportvezetők iskoláztatásain keresztül szinte azt mondanám, hogy apáról fiúra vagy szájról szájra adtuk tovább ezeket az eredményeket, lábról lábra természetesen adtuk tovább ezeket az eredményeket, hogy ők az alakuló új testületek is hazai anyagra tudjanak építkezni. És nem mindenféle kitalációs dalokra vagy magyar nótákra kerüljön, én nem tudom, a táncnak az alkotása, hanem ezekre a gyűjteményekre, illetve ezekkel a gyűjteményekkel vagy ezekkel a dalokkal cseréljék ki a valamikori énekkari stb. Műveket. Később, amikor megerősödött a Csemadok, akkor az énekzene területén sikerült Ák Tibort függetlenített státuszba helyezni, ami azt jelenti, hogy a Csemadokon belül a fő feladata a gyűjtések szervezése, illetve az énekkari kultúra irányítása volt. Később, amikor még gazdagabbá vált a Csemadok, akkor sikerült még egy embert ráállítani. A hagyomány, a tárgyi néprajz gyűjtésének a feladatkörére, főleg a viselet, stb. Tárgykörök, ez pedig akkor talán még Tóth Margitnak hívták, akiből később Méri Margit lett. Idővel rájöttünk mi arra, hogy mi ketten vagy hárman ezt a munkát, amit el kell végezni, képtelenek vagyunk elvégezni. És itt vontuk be a amatőr csoportok vezetőit, illetve azokat az embereket, akik némi érdeklődést mutattak a dalkultúra, illetve a tánckultúra irányába. Minden területen, tehát az énekzenei csoportok területén is, a karvezetők részére is, a tánccsoportvezetők részére is iskolázásokat szerveztünk, és az iskolázáson keresztül egyrészt megtanítottuk a már felgyűjtött anyagot, másrészt pedig megértettük velük azt, hogy a saját községük, saját szűkebb területük felkutatásával próbáljanak hazai anyaghoz jutni. És így az Ák Tibor által kitalált tavaszi szélvizetáraszt egy olyan segítő csapatnak a kinevelését szorgalmazta vagy eredményezte, amelyiknek egy jelentős mennyiségű új dallamot köszönhetünk, mert volt olyan évjárat, amikor több mint 5000 ének és énekkultúrával foglalkozó jelentkezett a tavaszi szél különböző versenyeire, és ezeket Tibor egyrészt rögzítette, másrészt pedig, hát amit úgy azonnal azt látta, hogy ez egy nagyon értékes terülő, vagy dallamanyag, mindjárt kottázta is. Én később az Ifjú Szívek jó voltjából, ahol másodállásban koreográfusként megmaradtam, jó voltjából vetettünk egy
filmezőgépet, egy 16 mm-es filmezőgépet, és sok minden anyagot, amit ma Katona Pista nevezte, hogy alapanyag vagy valami ilyesmi, ennek a segítségével rögzítettük. Mert azokat a gyűjtői utakat, amiket említettem előbb, hogy 51-be vagy 52-be, 53-ba végigjártam még ceruzával, még jegyzetfüzettel, azokat az idők folyamán újból végigjártuk, és már ezzel a géppel rögzítettük. Így van Nagykaposról gyűjtésem, Nagykövesről gyűjtésem, Sajó Tibából, a szülőfalumból gyűjtések, Nagybalogról, többen is említették már gyűjtésünk, és fokozatosan sikerült felvenni a kapcsolatunkat a Magyarországgal is. 955-re már annyira megalakult, illetve annyira könnyebbé vagy átjárhatóbbá vált számunkra is a határ, hogy felvettük a kapcsolatot a Budapesti Tudományos Akadémiával, illetve a Népművelési Intézet, akkor még úgy hívták, hogy Népművészeti Intézettel, ahol néprajzi gyűjtéseket is végeztek, és velük együtt kerültek aztán különböző rendezvények, illetve gyűjtéseknek a szervezése. Az első ilyen táncokat érintő gyűjtés 1962-ben valósult meg Martoson, és az is úgy jött létre, hogy a Magyar Néprajzi, illetve Tudományos Akadémia népzeneosztálya, akkor még táncosztály külön nem volt, két alkalmazottját vendégként fogadta a Szlovák Tudományos Akadémia illetékes osztálya, és számukra, Pesovár Ernő és Martin György számára nem akarták őket, kivinni falvakra, terénre vinni, hanem egész idő, itt tartózkodási idejük alatt a Plicka-féle gyűjtéseket, meg nem tudom kinek a gyűjtéseiből készült filmeket vetítették és magyarázták, ugye? Ők pedig ki akartak menni, és a csemadokhoz jöttek. És a csemadok gyorsan előkészítette Martost, ugye, ami már akkorára így újból feldolgozta maga lakodalmasát, előkészítette, és kimentünk oda, és így maradt meg egy eredeti film, a Martosi nem az egész lakodalomról, hanem a lakodalomban alkalmazott táncokról, a tavaszi sortáncokról, a martosi ugrós táncokról, a martosi verbunkról, tehát mindent kiemeltük, hogy szerény lehetőség volt, szerény mennyiségű filmnyersanyag állt a rendelkezésükre, hogy feleslegesen a beszélgetésekkel, meg a versekkel, meg a nem tudom mikkel ne teljen, ne használjuk fel a filmet, ezért ezeket csináltuk, milyen jó. Kiderült aztán később, hogy Martossal kapcsolatban már felvételeket készítettek a Gyöngyös-Bokréta idejében is. Ez a Gyöngyös-Bokréta 1938 és 45 között, amikor ide is átjutott a szelleme. Úgyhogy abból is tudtunk aztán hozzátenni. De a következő nagy gyűjtésre megint egy huzamosabb időt kellett várni, és az a híres anyag, ami a tardoskádi hagyományos táncokat és a kéméndi hagyományos táncokat tartalmazza, ez 1966-ba került sorra, megint valamikor a késő évvégi novemberi vagy valahogy ilyen hónapokba, és pedig azért, mert akkor már a csemadok és a újonnan létrehozott Szlovákiai Népművelési Intézet nemzetiségi osztálya közösen tudott egy hétvégi tanfolyamra összehívni 30 koreográfust, és ezt a 30 koreográfust előadással, napközben előadással tanítottuk a hogyanra. Martin György, Borbély Jolán volt az előadó, és
később pedig gyerinkhez gyakorlatban nézzük meg, és így került sorra egy szombati napon Tardoskádnak a teljes film anyagát, vasárnap pedig Kémind anyagának a film rögzítésére. Milyen jó, hogy sor került akkor, mert sajnos azok az emberek elmentek. Szóval nem csak végeztük a gyűjtést, hanem próbáltuk azt olyan társadalmi tevékenységé kiszélesíteni, amely társadalmi tevékenységnek köszönhetjük aztán később a zselézi fesztiválokat, és így sorolhatnám tovább. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig sikerült megszerveznünk a kapcsolatainkat azokkal a hazai intézményekkel, amelyik intézmény tudatosan vagy hivatásszerűen végezte a hagyománykultúrának a tárolását, felgyűjtését, így a Szlovák Tudományos Akadémia, különösen a zenetudományi osztályával, és ugyanezt történt a Magyarország felé is. Én Martin Györggyel ennél az első martusi gyűjtésnél, ismervén a szlovákiai lehetőséget, meg a csemadok lehetőséget, kezet adtam arra, hogy minden gyűjtői tevékenységünk eredeti anyagát, eredeti felvételét, tehát az igazi, hogy mondják, értékanyagot átadom a ő osztályuk részére, vagy átadjuk a későbbi gyűjtői tevékenységet végzett más kollégáink is, mert a Magyar Tudományos Akadémia keretében megvannak azok a feltételek, amelyek feltétel az anyag megőrzését és az anyag tárolását biztosítja. Ennek az eredménye lett az, hogy jelentős mennyiségű anyagot aztán visszakaptunk. Az egyesség másik fele úgy hangzott, hogy ők filmet készítenek róla, és a filmet használatra átadják nekünk azzal, hogy ha tönkre megy a film, akkor az eredeti anyagról lehet újabb másolatokat készíteni. Így a rövid 20 év alatt, tehát vegyük, igen, rövid 20 év alatt sikerült az egész országot úgy megismerni, hogy tájegységileg tudtuk, hogy mi hol van. Körülbelül tudtuk, hogy melyik tájegységben milyen hagyománykultúra, tánckultúra található. És ezeket a hagyománykultúrákat aztán amatőr társainkkal együtt rögzítetni. Úgyhogy a saját csoportjuk betanulta, született egy sorozat lakodalmas, egy sorozat más családi ünnepekhez kapcsolódó szokásanyag rögzítése, illetve a tavaszi szél kiszélesítése kapcsán bevontuk őket a tavaszi szél mozgalomba, és születtek különböző felvételek. Bekapcsoltuk ezeket a felkészített községeket a különböző országos méretű bemutatókba, és egy nagyon értékes bemutatónak a Dunamenti tavasznak, illetve pardon, a Dunamenti Folklor Fesztiválnak, amelyik 1973-ban indult, és 91 tartott. Sikerült a szervezőbizottsággal elérni azt, hogy Felvidékről mindig egy szlovák vagy szláv nyelvű társaságot, illetve egy csemadok által jelölt és felkészített magyar hagyományőrző társaságot rögzítenek. Az alatt a 9 vagy 10 rendezvény alatt, amikre e gondolatjegyébe sort került, kérem szépen
majdnem az egész felvidéki területünket felölelő jelentősebb hagyományőrző együttesünket el tudtuk vinni, úgyhogy ezek a dokumentumok is rendelkezésünkre állnak. A filmanyagjainkat leadtuk a Magyar Tudományos Akadémiának. A Tudományos Akadémia visszaszolgáltatta nekünk ezt mozifilmre átmásolt formában. Ez a Szlovákiai Magyar Folklór Szövetségen keresztül visszajutottak a csoportjainkhoz, és a csoportjaink nagyrészt ebből tanulták meg azokat a bizonyos táncokat, amiket kulturális életünkben nagyon sokat láttunk. Amit nem sikerült, és ezt utólag már meg tudom állapítani, hogy tudatosan nem engedte egyetlen politikai hatalom sem, hogy kiépítsük a hivatalos központi népművészeti vagy néprajzi múzeumunkat. Amíg múzeum a megfelelő tudományos szinten tudta volna ezeket az anyagokat, felgyűjtött anyagokat kvázi tudományértékként is tárolni, illetve feldolgoztatni. Azért egyrészt a csemadok raktározta, másrészt a később megalakult szövetségek raktározták, később a járási múzeumok mellett, vagy művelődési központok mellett megalakult nemzetiségi részlegek, vagy előadók próbáltak raktározni, és ez minden kisebb vagy nagyobb politikai változás eredmények, vagy esetekkor megint az enyészet, vagy nagy részük az enyészet birtokába került. Kérem szépen, azért tudok örülni, hogy Somorján megalakult, vagy létrejött a Fórum Intézet, azért tudok örülni annak, hogy a csemadok megint egy újabb próbálkozásával próbálja megalakítani a magyar intézetét, és azért örülök annak, hogy végzett, szakmailag felkészített fiatalok a 60-as évek végén, 70-es évek végén erre a munkaterületre is eljutottak, vagy kerültek, és főleg a 68-ot megelőző felengedés időszakába lehetővé vált a számukra, hogy akár önkénte vagy önköltséges alapon is, de Magyarországon szakmát tanuljanak, illetve évente egy-két ember, aki bejutott a szlovák iskola típus keretében működő tovább vagy képzésbe, vállalt olyan feladatot, hogy a magyar kultúra területén is jelentős eredmények születhettek. Hát erre kell támaszkodnunk, ezeket kell birtokba vennünk, hogyha azt akarjuk, hogy a magyar beszéd mellett magyar dal, magyar tánc, magyar szokásanyag képezze az emberiség, a magyarságunk ilyen jellegű igényét. Köszönöm figyelmüket!